Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 4-én kinyílik újra egy égi kapu a plejádok felé. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Ennek mindig van egy gyógyító hatása, és hogy milyen témák vannak, arról beszámolok most ebben a videóban. Ha érdekel ez a szertartás, e-mailen keresztül jelentkezhetsz, az energiai egyensúly az 4000 forint. Egy ilyen portálnapon mindig kinyílik egy ajtó, egy kapu. Ez lehet egy spirituális terület is, aminek mindig van gyógyító hatása. Az, hogy mikor, melyik napon van ez a portálnap, az a maja naptárból van, ők számították ezt ki. Ha érdekel a maja naptár, erről naponta írok a Facebook oldalamon, ott meglátogathatsz, utána nézhetsz, megtalálod Vendera Susanna Medici néven. Tehát február 4-e szintén egy portál nap, ami a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és ők úgy tartották, hogy ez a szám szerencsét hoz nekik. Ezen a portálnapon, február 4-én a negyedik hullámban vagyunk, és ez a nap a tizedik nap ebben a negyedik hullámban. Ez azt jelenti, hogy mennyire fontos most a biztonság érzete. Kellenek az alapok, a biztos talaj a lábunk alatt. Ez lehet a munkahely, lehetnek az anyagiak, a családi kapcsolat, a lakhely, vagy kihathat a párkapcsolatra is. Ezután a portál nap után megvan a lehetőségünk arra, hiszen az alapok megvannak ehhez, hogy indítsunk egy új irányt. A nehézségek most elmúlnak, lesz egy új kezdet, ez lehet munkahelyi változás, vagy megváltoztatunk valamit az otthonunkban, vagy meg lesz a biztonság érzete, és egy új kezdet a párkapcsolat területén. Néhányaknál ez lehet egy új ismerettség is. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon, ezen a portál napon ik uralkodik. Ik lefordítva szellőt jelent. Én ezt összehasonlítom a levegő elemével. Ami az asztrológiát illeti, a levegő eleméhez tartozik a mérleg jegye, a vízöntő jegye és az ikrek jegye. Ezt is figyelembe veszem ennél a szertartásnál, hiszen nagyon fontos, hogy meglegyen a könnyűség, a szabadság érzete, vagy felszabaduljunk bizonyos dolgoktól. Ez lehet egy negatív gondolat.
Mint például, ha úgy gondoljuk, ó, ez úgysem sikerül, ebből úgysem lesz semmi. Ezek lehetnek negatív érzelmek is. Félelmek, bizonytalanságok, féltékenység. Vagy lehetnek bizonyos kapcsolatok, amikor úgy érzed, ezt már rég le kellett volna zárni, de soha nem volt meg a bátorságod ahhoz, hogy nemet mondj. Ez lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, lehet valaki a családból, lehet egy párkapcsolat is, amiből ki szeretnél lépni. Azt, hogy most meglegyen ahhoz az erőd, a bátorságot, hogy nemet mondj, ebben is tud ez a szertartás segíteni. Tehát a levegő eleme segít abban, hogy felszabaduljunk bizonyos dolgoktól, vagy kapcsolatoktól. Amit a levegő eleme még jelent, ezek az ötletek, a tervek. De ez még nincs megvalósítva. Az igény ott van, hogy meglegyen az alap, amire ezt ki lehet alapítani, de ez még mindig a levegő eleme. Ezek nem a tettek. Viszont ehhez hozzá kell tennem, hogy van segítség. És újra az asztrológiához fordulok, az indiai asztrológia szerint. És ez egy nagyon precíz számítás. Szaturnusz bolygó a levegő elemében van, a vízöntő jegyében. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy kiépíts valamit. Tehát itt nem csak ötletekről van akkor szó, vagy tervekről, hanem Szaturnusz bolygó segítségével most lehet indítani valamit, az alapok megvannak ehhez, és ezt ki lehet most építeni. Egy biztos párkapcsolat, vagy egy költözködés, vagy a biztonság érzete, ami az anyagiakat illeti, vagy egy stabil munkahely. Lehet, hogy van új irány, vagy vannak döntések, kicsit vannak változások, de jó irányban haladunk, hiszen az energia most megvan ahhoz, hogy az ötleteinket megvalósítsuk, hogy kiépüljön valami. Viszont ami fontos, hogy eltávolítsunk bizonyos dolgokat az élet útunkból, ami eddig zavart, hiszen blokkolt bennünket. Mint például a félelmek, vagy olyan kapcsolatok, ami hátráltat bennünket, hiszen mások rabolják az időnket, az energiánkat. Ez lehet egy barátság, lehet valaki a munkahelyen, vagy valaki a családból. Tehát ezekre a dolgokra is most oda kellene figyelni, felszabadultnak lenni, hogy meglegyen ez a könnyűség, hogy legyen mozgás, hogy előre menjenek az események, a lehetőség megvan, az alapok megvannak arra, hogy most ki tudjunk építeni valamit. Amit ik még jelent, ez a szellő, vagy a levegő eleme, ez a kommunikáció. Tehát most ezen a napon az is fontos, hogy megbeszéljünk valakivel bizonyos dolgokat. Ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok, munkahelyi változások. Ez lehet valaki a családból, hogy ott kell beszélni valakivel, rendezni a dolgokat. De ami még nagyon fontos, hogy a párkapcsolatban is legyen kommunikáció, hogyan tovább, milyen irányban legyen egy közös terv, de fontos az is, hogy érzelmekről tudjunk beszélni, hogy nyitottak legyünk
arra ezt kifejezni, vagy odafigyeljünk arra, hogy mások mit közölnek velünk. És akkor így lehet tisztázni bizonyos dolgokat, vagy megbeszélni azt, hogy lehetne a terveket megvalósítani. De itt is megemlíteném azt, hogy oda kell figyelni arra, hogy kivel, miről beszélünk. Mert ez hátráltathat, de segíthet is. És mi döntünk afelett, hogy kiben bízunk meg, és kiben nem. Akikben megbízunk, mert ott van a bizalom, a szeretet, a szerelem, ezeket a kapcsolatokat ápolni kell. És tulajdonképpen ezek a témák ezen a szertartáson, a szabadság érzete, az ötletek, a könnyűség, a tervek megvalósítása, fontos döntések, és a gondolat elgondolkozni azon, milyen irányba, melyik irány jó számunkra, és milyen kapcsolatok előnyösek számunkra, és hol kellene nemet mondani. Hát ez volt a felvétel, örülnék annak, ha jelentkeznétek a szertartásra, vagy leírjátok a véleményeteket a kommentárba, ha lájkoljátok ezt a videót, és ha meglátogattok a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici két oldalam van. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!